Hello, hello, srácok! Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk a VB szimulációt! Anglia Irán ellen folytatja a világot. Folytatja? Jó. Szóval Anglia Irán mérkőzés, itt vannak a felállások. Látjátok, előzményeket. Nagyon szuperül, úgyhogy lessünk is bele a mérkőzésbe. Tehát Anglia és Irán találkozó lesz. Phil Foden vezet az angol válogatott már itt, és most nézzük a folytatást. Azt mondja, hogy Mehdi Taremi egyenlít Irán. Na, izgin hangzik, így még izgibb, na mindegy. Folytassuk. Nézzük a CM-et, egyet tudunk, nagyon jó. Hát ugye főleg európaiak vannak ugye többségére. Szóval itt nehéz lesz majd kis különbséget tenni. Sem Anglia, sem Irán, viszont ugye mindkét kontinensről van ugye játékos, és ez esetben akkor Bentancur. CDM position. No! No CDM. Akkor menjünk le a ballback pozícióra. Az se. Nem kell. Minek? Centerback. Yes. Onnan is egy. Erősen. Hát azt hiszem, hogy ez Coates lesz. Igen. Várhatóan Coates, bár végül is lehet ratingre is, mert három európai két, bár na mindegy, legyen Coates, igen. Tehát sem angol, sem Irán, jelen pillanatban, tehát egy-egy, másik centerback nem kell, az oldal szerint, rightback annál inkább köllene, sem angol, sem iráni, kontinens tekintve, ugye Damian, szóval ez nagyon uruguayi a csapat. És akkor a kapuban pedig Beiran Vand! 2-1-re vezet Irán! Hoppácska! Hoppá! Irán beindul! Angolok ezt nem nézhetik annyira jó szemmel. Itt van egy ázsiai, hát nem ázsiai, bár ugye az ázsiai futballszövetséghez tartozó ausztrál válogatott, ugye Metleki. És ugye európai is van, mint Kobel, akkor ez esetben legyen Lozano, tök mindegy. Még jobb, egyik se angol, Pogba. Itt van európai, többi mind jó, hát akkor Dybala. Nyilván Paulo, ő nem kell, ezek szerint. Ez a tartalék sem kell ezek szerint, mondjuk jó gondoltam. Ez a csele kell. Nem jönnek a angolok úgy őszintén mondva. De megnézzük úgy iráni. Sem feltétlenül. Na, ő se kell. Nagyon jó. Ő sem kell. Ki kell ide ebbe a válogatottba most, ebbe a csapatba most már, ez az a nagyobb kérdés. Sancho! Egyenlít Anglia! 2-2. Jadon Sancho. Lesz-e folytatás? Nem úgy néz ki. Te Richards vagy Oliveira. Legyen Richards. Hát akkor ezek közül vagy López lesz, tehát nem kell itt választani, és utolsó, na, kisebb meglepetés kérem szépen, itt az Anglia-Irán meccsen 2-2 csupán. Azért ez meglepő lehet.
Sancho és Foden, Taremi és Beiram van, 2-2 lett az Anglia Irán mérkőzés. A VB szimulációnk a legnagyobb meglepetését lehet mondani eddig. Hát akkor ez lett volna ez a meccs, folytatjuk majd a Szenegál-Hollandia találkozóval.